Dohány Egyetemünk 4 órát, most a 90-es évek elején érte Békés megyében, de azóta is kitart, és szorgalmasan próbálja jogász társadalmat összefogni. A civilisztika témakörében szerveztek jogásznapot a gyulai törvényszéken. A rendezvény egyik jelentős célja az elektronikus ügyintézés jobb megismertetése volt. Az eseményen 3 előadást hallgathattak meg a megjelentek. Nagyon jelentős ez a mai rendezvény, hiszen ilyen nagy számban már régen gyűltek össze a jogászegyleti rendezvényen a békésmegyei jogászok. 3 nagyon aktuális témát választottunk. Egyrészt ugye a cégjogi változásokról szóló, hiszen küszöbben áll az új cégtörvény. Ezen felül a bírósági kapcsolattartás új szabályai is nagyon aktuálisak, és nagyon kíváncsiak a kollégák ennek részleteire, illetve a közigazgatás átalakítása is folyamatosan zajlik, ezért nyilván, hogy ez az előadás is jelentős érdeklődésre tart számot. Ennyi jogász hallgatóságként a gyulai törvényszéken, de máshol is egy időben egy helyen nagyon ritkán tartozkodik. A célközönség a békésmegyei jogásztársadalom volt, de emellett érkeztek Szegedről, Szolnokról, Budapestről és még Zalaegerszegből is. Bagdi Árpád Gyula, a gyulai törvényszék elnöke elmondta, kinevezésekor célul tűzte ki, hogy Gyulán egy olyan tudományos műhelyet hozzon létre, ahol rendezvényekkel, konferenciákkal, oktatási napokkal pezsgő szakmai élet kialakulását és fejlődését hozza létre helyi szinten. Önmagában a jelen jogásznapnak az apropóját az adta, hogy rendszeresen merülnek föl olyan jogszabályváltozással összefüggő jogalkalmazási kérdések, amelyek nem csak a jogásztársadalom bizonyos részét, tehát nem csak a bírákat, ügyészeket, ügyvédeket érinti, hanem átfogóan mindenki számára lehet és jelenthet kihívásokat. Ezért a Magyar Jogász Egylet Békésmegyei Szervezetével közösen határoztuk el ennek a mai jogásznapnak a megvalósítását, mint kitűzött szándékként, és a visszajelzések azok egyértelműen pozitívak, hiszen közel 150 fő tisztelte meg jelenlétével a mai jogásznapot. A 150 főből természetesen van bíró, ügyész, ügyvéd, jogtanácsos és közigazgatásban tevékenykedő kolléga is. Ez a fórum ritkának számít, hiszen külön-külön minden hivatásrend megtartja a saját rendezvényét, de kevés az, ahol a bíró, ügyész, ügyvéd hallgat információkat az aktuálisan felmerülő problémákról, kihívásokról. A következő jogásznap témája a büntetőjog területéről szól.